Csütörtökön elkezdődött a múzeumok őszi fesztiválja Gyulán. A programsorozathoz idén 5 gyulai kiállítóhely csatlakozott. A nyitó eseményen a Kohán képtár raktárába tekintettek be az érdeklődők. A mai napon vette kezdetét Gyulán a 2021-es múzeumok őszi fesztiválja, ami a gyulai kiállítóhelyek mindegyikét érinti, változatos programokat kínálunk a filmvetítéstől kezdve a raktár bejárásig. Itt vagyunk most a Kohán képtár raktárába, ahová egyébként a látogató nem mehet be, tehát a kulisszatitkokba pillanthatunk most be, Cseresznyés János történész kollégám vezetésével. A Kohán képtár belső raktárában közel 4000 képet tárolnak. Ezen képek között több gyűjtemény is megtalálható. Az Erkel Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményanyaga mellett fellelhető a Bene hagyaték és a Kohán képek is. A múzeum szakemberei bíznak abban, hogy az új polcrendszerrel megfelelő állapotban tudják majd tárolni a képeket, nem lesznek sérülések, és hosszú távon meg tudják őrizni ezeket az alkotásokat. Azt kell ezekről tudni, hogy magát a Kohán képtárat a 2010-es években felújították, gépészetileg egy nagyon modern épületben vagyunk, de állományvédelmi szempontból ezek az itt elhelyezett képek nem felelnek meg a mai múzeumi követelményeknek. És lehetőség volt pályázni, egy múzeumi szakmai pályázat keretén belül adtunk be körülhető polcrendszerre pályázatot, amit meg is nyertünk, és egy múzeumi berkekben ismert vállalkozó ide kimondottan Kohán képtár belső raktárába az adottságoknak megfelelően kiépítette ezt a képrácsot. A múzeumok őszi fesztiválja november 1-jéig tart Gyulán. Ez időszak alatt számos program várja majd az érdeklődőket.